Kedves doktornő, itt a Kunszentmártoni rendelőben dr. Gőg Editet mindenki ismeri. Mióta ismeri Kunszentmárton Editkét? 1987. január 1-től vagyunk itt. Előző hónapban már ide költöztünk, de akkor kezdtem el Kunszentmártonban dolgozni, az STK-ban, és ott egy pszichiátria és neurológia, alkoholológia rendelést vittem egyedül. De talán a környéken is nagyon ritka a pszichiáter rendelő, vagyis egy olyan doktornő, aki ebben specialista. Ő van az STK-nkban jelenleg is pszichiáternő. Hát igen. Igen, de én úgy gondoltam, hogy ha lélekről van szó, a pszichiátrián pedig a lélekkel vagyunk kapcsolatban, és minden betegség a lélekből indul el. Nem lehet 2-3-5 perc alatt elintézni. Sokkal időigényesebb, és nem mindig tabletta és kapszula kérdése. És 1993. december elejétől végzem a magánrendelésben ugyanezt, főállású privát praxisban, itt egy beteg egy órát kap. Tehát ennyi időre szükség van, hogy átlássam az ő problémáját. Amikor bejön a beteg, 5-10 perc eltelik, és még mindig nem tudom, miért jött, mert zavarba van, mert életének olyan nehézségéről kell beszélni, ami nem könnyű. És bizony az időt meg kell adni, az odafordulást meg kell adni, ehhez neki fel kell oldódni. Most egy kicsit én is zavarba vagyok, mert vannak, akik még ma is úgy gondolkodnak, hogy például a lélekbe vetett hit az annyira magánügy, hogy talán nem is illik rákérdezni, hogy valaki milyen szinten hisz a lélek létezésében, tehát nem csak a szellemben, nem csak az intelligenciában, a kultúrában, hanem mint ami a testünket kiegészíti, hogy ennek köszönhetően legyünk emberek. Hogyan alakult doktornőnek a világnézete? Mennyire dominálta az orvosi pályán belüli választása annak köszönhetően esetleg, hogy éppen hívő emberként kezdte az életét? Nagyon örülök a kérdésnek, ugyanis még én is abban a korban nőttem fel, amikor még lélek sem volt idézőjelbe, nemhogy lélekről beszélni. Ma már ott tartunk, hogy a test, lélek, szellem egysége, harmóniája adja az egészséget. Ugye milyen szép a magyar nyelv? Egészség. Tovább mentünk, már a WHO is, a egészségügyi világszervezet is azt mondja, test, lélek, szellem, spirituális egység és harmónia adja az embernek a teljességét, az egészségét. Engem mindig érdekelt és vonzott a kevésbé megfogható. Vonzott a lélek, na most, hogy a vallásomnak mekkora szerepe van ebben, egészen biztos egy vallásos családban, illetve egy hívő családban nőttem fel. Édesapám katolikus, édesanyám református. Abban az időben ugye az apa vallását vittük, és bátyámmal együtt mind a ketten katolikusok vagyunk. Nekem ez olyan természetes volt, mert belenőttem. De aztán, amikor elvégeztem az orvosegyetemet, ugye a hitem terén is voltak azért Varga betűim, amikor eltántorodtam, volt 3 olyan évem, eltántorodtam, mert a tudomány az volt a fixa ideám, és úgy éreztem, amikor kezdő orvos voltam, akkor mindenki nagyon okos, hogy mindent elkövettem, mindent a tankönyv szerint csináltam, és a beteg nem javul. Miért? És akkor láttam, hogy nem tabletta kérdése sok minden, és minden betegség mögött a lélek áll. És a testélek szellemet, ha nem egyben nézem, akkor nem fogok tudni segíteni a betegeken. Amikor bejön valaki, nem azt fogja mondani, nagyon fáj a fej, azzal jön, hogy fáj a fejem. Azzal jön, hogy zsibbad ez, zsibbad az, itt fáj, ott fáj, nem alszok, stb. Nem azzal, hogy megalázott a férjem. Nem azzal jön be, hogy megvert az anyósom. És itt töltette nem a családi problémát, hanem a már hozott tünetet, amely összefügg. És ezt kell kibogozni. És akkor ő maga sokszor kimondja, nem lehet, hogy az válthatta ki a betegségem, amikor? Ő maga akkor, amikor, amióta, azóta.
ez a bizonyos homeopátia kifejezés, amivel csak az utóbbi egy-két évtizedben találkozik a laikus vagy az átlagember, ez pontosan ezt akarja kifejezni? Az ember teljességének a megvizsgálását és gyógyítását? Ha azt mondom, hogy igen, akkor igazat mondok. Ha azt mondom, hogy nem, akkor is igazat mondok. Ugyanis a homeopátia nem tünetet, hanem embert gyógyít, a szemét. Egészen más szert kell adni például egy fejfájós betegnek, aki mondjuk egy magas, vékony, fekete alkatú, egészen más egy ilyen ösztrogéntel túltelítettebb, töltött galamb alkatúnak, szőképnek. Tehát sok egyéni alkati tulajdonságot vesz figyelemben. Figyelembe veszi az alvási szokásainkat, az étvágyunkat, a kedvenc ízeket, stb. Nem mennék bele, de amikor vizsgáztam az egyetemen a homeopátiából, akkor közölték is a vizsgáztató professzor urak, hogy maga nagyon szerencsés, mert a pszichiátria a lélekkel foglalkozik, és a homeopátia is a lélekkel foglalkozik. Tehát itt az ön kapcsolatban, egy vagy kettő kapcsolatban hozatalában logikus, de kicsit más, kicsit több. Nem kell ahhoz homeopata orvosnak lenni, hogy a testélek szellemegységét nézzük. De azért nagy az átfedés, vagy legalábbis a találkozási nagyon pont. Nagy. Igen. És talán valami ehhez hasonló az is, ha azt mondja az ember, hogy tudomány és hit, vallás. Igen. Ami talán szintén elképzelhető egymástól függetlenül, de annyi benne a közös, a találkozási pont, hogy mégis szerencsés dolog, ha mind a kettő megadatik, és nem csak az egyikkel próbálkozik valaki. Igen. Nem hiszi el sok ember, pedig higgyel, kedves néző, hogy a tudomány és a hit nem ellentétes. Valamikor egybe is tartozott, aztán szét a valláshoz tartozott a tudomány. Orvosok is voltak idézőben a papok, most is lélekgyógyászok, aztán szétvált. Aztán nagyon, olyan, nagyon nagy lett az egónk, és elvesztettük az alázatot. És azt hiszük, hogy a tudomány, az exakt, a hit, az egy szubjektív valami. Ikertestvér. És én azt látom, hogy éppen az orvostudományban találkozunk leggyakrabban a kudarcainkkal, a megmagyarázhatatlannal, vagy a megmagyarázhatatlan, úgymond idézőjeles csodás gyógyulásokkal, ahol semmi más nem, csak a hit gyógyíthatta meg a pácienst, a hited meggyógyított téged. A kettő szorosan összefügg. Ezt most honnan is tetszett idézni? A Bibliából. A hited meggyógyított téged. A hit nélkül nem lehet élni. Most értem ez alatt az Isten hitet is, de értem ez alatt a nem csak Isten hitet is. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a ma emberének megingott a hite. Vertikálisan is az Isten felé, és horizontálisan is egymás felé. Egy bizalmi krízisben élünk. És így ezért ilyen a világ, meglátszik rajta. Nem bízunk, kell egy bizalom, bízok abban, hogy a benzinkútnál, ha én 95-öst kérek, akkor azt kapok. Bízok abban, ha az étterembe egy csirkecombot kérek, nem békacombot kapok, szélsőséget mondok. Ez is egyfajta bizalmi kapcsolat. Itt is nagy a bizalmi krízis. Ehhez is hit kell. Hit kell a gyógyuláshoz is. Ha én nem hiszek a gyógyulásomban, nem hiszek az orvosomban, nem hiszek az önmagamban, akkor kiteheti a lelkét bárki. Úgy szoktam magyarázni, meg rajzolni a pácienseimnek, hogy a gyógyulás egy háromlábú szék. Az a legstabilabb, de ha egy lába hiányzik, akkor a leghamarabb eldől. Hinnem kell az orvosomban, a gyógyszerben, hinnem kell, és a családnak, aki háttér segítségében, hinnem kell önmagamban, hogy lesz erőm legyőzni a betegséget, és hinnem kell, hogy megkapom fentről az erőt és a segítséget hozzá. Bocsánat, bármelyik ebből hiányzik, eldől a szék. Meg fog lepődni a kedves néző leggyakrabban az önmagában való hit. Ő nem hisz a páciens a gyógyulásában.
Mi lesz, ha nem használ a gyógyszer, békésen váltotta. Igen, de... Tehát már gyártja a teóriákat. És a kimondott szónak ereje és hatalma van. A gyógyulásban is. Mitől tud az orvos igazán hiteles ember lenni? Vajon az orvosba vetett hit, ami azért bizonyára nagy százalékban az illető orvoson múlik, az mennyire egyértelmű ma, egy kicsit időszerű kérdésként teszem ezt óvatosan föl? Nem szeretném elcséppeltnek mondani a mondatot. Szeretni kell az embert, és megérteni. Most a szeretet alatt nem nyalakodást értek, bocsánat. Az is szeretet, hogy meghallgatom. Az is szeretet, hogy próbálom kísérni az életét. Próbálom megérteni. Nincs jogom ítélkezni. Ami emberrel történik meg, azon én már nem lepődök meg a közel 40 éves pszichiátriai praxisom révén. És hogy hiszünk-e az orvosban, ezt meg lehet érezni, hogy akar segíteni, vagy nem. Odafigyel rám, nem. Az odaszentelt, megszentelt idő-e, az együtt töltött idő, ezt nagyon gyorsan le lehet mérni. A másik alázat. Amelyik orvosban, ha nincs bennünk alázat, nem vagyunk hitelesek. És éppen a hitünkkel, megint a magyar nyelv, oly gyönyörű, hit, teljes ember. Ha van hitem, most vagy Istenbe, vagy a betegbe, vagy én tudom, hogy tudok segíteni rajta, tehát szélesebb körben értem a hit szót, ezt megérzik, mert mindenkinek van egy kisugárzása, ezt megérzik az orvosból. Az az orvos, amelyik tudja alázattal, hogy mi csak közvetítők vagyunk, és nem istenek. Ne delegáljuk önmagunkat az Isten helyére, és nem vagyunk élet-halál urai. Mi az életre tettünk esküt. Meg is teszünk mindent, hiszem, hogy az orvosok nagy része. De van mindenki életében egy olyan határ, amikor már nincs hatalmunk. Onnantól ő dönt. Éppen akartam kérdezni, hogy a kudarcokat mennyire könnyű elviselni. Mert azért nem minden beteg gyógyul meg, de ebben én gondolom az lesz a válasz, hogy de még mennyire, ugyancsak nagyon nagy szerepe van annak, hogy hiszünk abban, hogy nem csak a földi élet létezik. Igen, viszont egy nagyon komoly fájdalommal küszködő ember egy határ után eljut eddig, de akkor ez ő neki kevés. Pont akkor nem tudnak az emberek belekapaszkodni, nagyon sokan, nem mindenki, amikor legjobban szüksége lenne rá. Na most ebben kell, hogy segítsük. Én azt hiszem, elég nyilvánvaló, nem, remélem nem kihívó, de a rendelőmbe, aki bejön, rögtön látja, hogy egy keresztény orvos rendelőjébe jött, láthatja a 10 parancsolatot, láthatja a keresztet, a fenti Krisztus képet egy betegen festette, tőle kaptam. Tehát mi tudunk így is kommunikálni. És azért könnyebb, idézőjelben, egy hívő betegnek és egy hívő orvosnak a kommunikációja, vagy hívő páciensnek a kommunikáció, mert volt bizony, amikor azt mondtam, ne haragudjon, ebbe tudok segíteni. Mindig megkérdem, miben tudok segíteni, és mi a kérése. Korrektül kérem a kérdést, és én korrektül megmondom, ebben tudok, ebben megpróbálok, ebben nem tudok segíteni. Ebben önnek, a családnak ezt meg ezt kellene tenni, és még egy javaslatom van, ajánlja fel. Ki szenved legjobban a családba? Próbálja felajánlani. Eddig el tud menni az orvostudomány, de tovább nem. Próbálja meg. Tudja, atya, amikor könnyes szemmel megy ki, és azt mondta, köszönöm. Olyan jó érzés volt ezt hallani, nem paptól, orvostól. De van olyan, amikor nagyon jól együttműködünk a Kövesdi Zsolt plébános atyánkkal, ő is a mentálhigiénét elvégezte. Van olyan határ, ami már teológiai, van olyan, ami pszichológiai, van, ami orvosi, és elküldjük egymáshoz a pácienseket, és nagyon jól együttműködünk. Ő sem Isten, egyetlen egy orvos nem Isten. Alázattal kell közelíteni, szeretettel és megérteni. Ennyi. Így igaz, hogy nem Isten, de ugye tudva lévő, hogy egy-egy komolyabb betegség esetében több orvos összejön és konzultál. Na most, ha igaz, akkor Liszt Ferenc mondta,
hogy egyetlen igazi orvos van, Krisztus, mert egyetlen igazi orvosság van, az örök élet. Lehet-e konzultálni Jézussal, mint orvossal, ha már valaki fölött kell, hogy egy ilyen konzultáció hozza meg az eredményt? Igen. Akkor most elárulok egy olyan titkot önnek, meg most már a tévénézőnek is, hogy ha felnéznek arra a falon lévő keresztre, én ott ülök. Szemmagasságon fölé tettem tudatosan. Mert bizony előfordul, hogy olyan dráma halmazt tesz le elém a beteg, hogy Istenem, hogy bírja ez a szerencsétlen el? Lehet, hogy felét nem bírtam volna. Ő vár tőlem valamit. Egy épp gondolat nem jön, mert nem akarom sem bagatelizálni, sem megalázni azzal, hogy közhelyeket mondok. És akkor ez a kereszt azért van ott, ránézek. Uram, adj segítő gondolatot. Higgyék el, nem mese és nem kitalálás, mindig kapok. Jön fentről. Kell. Ha nem lépem át a diszkréció határát, akkor mennyire tudja gyakorolni a vallását? Ez egy katolikus televízió, ami Bonum TV-nk, és olyan jól esik tudni, hogy esetleg értelmiségiek és azok között elsősorban orvosok rendszeresen járnak templomba. Rendszeresen járok templomba, ez nekem nagyon, szinte létigényem. Üresebb lenne az életem, ha nem mehetnék, vasárnaponként tudok eljárni, csak hétközben nem, de van, amikor nem tudok elmenni vasárnap, vagy egy saját egyéni problémám miatt, vagy betegség miatt, akkor a rádióban vagy televízióban meghallgatom a Szentmisét, amit nagyon szeretek, de nem olyan. Vagy ha továbbképzés nagyon sokszor hétvégén van, vagy egyéb elutazás, vagy kongresszus, mint, akkor abban a városban megyek el Szentmisére, vagy este, ahol vagyok. Nekem nagyon fontos, hát ez a lelki táplálék. De én tovább megyek, mert ugye más a templomba járás, és más az élő hit. Tehát azért ez nem elég. Szoktam a Bibliát forgatni, nagyon szerettem Ézsaiás profétának a gondolatait, nagyon szeretem a bölcsességek könyvét, és még sok egyebet. Rendszeresen elmegyek lelki gyakorlatra. Én ezt úgy hívom, hogy ez a lelki tankoló állomásom. Hiszen én is emberből vagyok, ugyanolyan csetlő, botló, fáradó, kopó, öregedő, és ennyi lelki terhet hallgatni fárasztó. Megterhelő a léleknek, de a segítés meg felemelő. És én úgy gondolom, ha az autónk akkumulátorát időnként föl kell tölteni, a miénket is. És nekem van, egy leányfalura rendszeresen járok lelki gyakorlatra. A hétvégén most jöttem haza Magyar Székről, egy háromnapos lelki gyakorlat, a szeretett himnuszáról szólt, Stella Leontin atya tartotta, és járok a jó szó estékre, szintén a jó szót hangsúlyozza Budapesten a kapucinusoknál van minden hónap utolsó kedjén. Ezek nekem nagyon, nagyon fontosak. Lelki mankó, lelki táplálék. Mit szól ahhoz, hogy a média megpróbál besegíteni a papoknak, besegíteni a nézőknek, a hívőknek, hogy két dimenzióban ugyan, de azért talán többet lássanak, mint amennyire képes egy ember befogadni dolgokat, mert hát nem jut el mindenhová, nem jut el Magyar Székre, a sarutlan kármelitákhoz. Magam is tartottam ott lelki gyakorlatot. Szóval a média. Nem hiszem, hogy sok ideje van arra, hogy televíziót nézzen. De például azért mégis tudja ajánlani az embereknek a rádiót, a tömegkommunikációt, hogy a hitükben előbbre jussanak, megerősödjenek. Igen, szoktam is. Mindig megkérde, van-e internet hozzáférésemet, van, sajnos Kunszentmártonban nem sok adót, keresztény adót nem tudunk fogni, csak interneten, de szoktam ajánlani, mennek kör e-mailek, csak magát a linket küldjük el egymásnak, meg aki fel tudja venni, azt sokszorosítjuk és továbbadjuk, és van rá igény.
és hogy mennyire van rá igény, éppen Kövesdi Zsolt atya őszre tervezi, hogy beindítja a Szent Márton rádiót. Tehát regionális lesz, egyházi műsor lesz, ugyanis nagyon sok ember szeretné, keresi, mindenkiben ott van a hit, remény, szeretet, igénye, vágya. Keresi a, talán nem tudja, hogy Istent, de akkor is Istent keresi, ha nem tudja. És ebben kellene segíteni. Na most a média ebben nagyon nagy segítő tud lenni. És meggyőződésem, hogy a szó az energia, és a szónak hatalma van. Lehet, hogy egy embernél egy mondat hangzik el, és megfordul az élete. Lehet, hogy egy mondatot mondott, éppen egy plébános atya mesélte, úgy érezte, ez nem is volt olyan jó ez a szent beszéd, de mint amit ő magától elvárt, és mentek hozzá, hogy az az egy mondat, atya, amit mondott, melyik? És megmondta, melyik mondata. Megfordította az életemet. Na most a médiának ezért van nagy szerepe. Nem tudjuk, hogy kinek, mikor, melyik mondat fogad meg a lelkében, és gondolkodik el. Mert mindenki a maga életére fordítja ezt le. Igen, ő is küszködött ezzel, ki tudott jönni belőle. Igen, de jó, neked van hited, mondták nekem többször. Igen, meg kell érte dolgoznunk, de a hit tulajdonképpen egyfajta kegyelem is. Kapjuk. De előbb megszólít bennünket, csak meghalljuk, vagy nem halljuk meg. És ez a feladata a keresztény sajtónak és a keresztény médiának. Ha összetudnám hozni doktornőt egy, mondjuk egy pszichiáterrel, nem tudom, ismerőse ez a kifejezés. Hallottam róla. Akkor kivel kellene, hogy összehozzam, hogy kvázi pszichiáterrel. Szóval honnan nyeri, na, hogy egyszerűbb legyen a kérdés, az erőt ahhoz, hogy egyáltalán így gondolkozzon, és ezeket a gondolatokat, amelyeket most hallottunk, valóra is váltson. Van egy telefonvonalom, amely soha nem foglalt. Égi antennával működik. És bizony nem szégyellem a néző előtt se, atya előtt sem. Van, amikor elfáradok, és egyedül sírok. És akkor megtisztulok, mert úgy érzem, hogy a könnyeim által kicsit tisztábban és messzebbre látok, és akkor rájövök, hogy szűk látókörű voltam, kinyitom a Bibliát, elolvasok egy részt, megbeszélem az égi antennás telefonvonal végén, amely sose foglalt, mindig megkapom. Mindig megkapom a választ. És ez erőt ad. Sokszor megkérdezték, amikor a férjem nyomorékan egy autó baleset miatt nyomorékan feküdt itthon, én meg tolókocsiba dolgoztam egy évig, jöttek többször tévé, rádió, hogy honnan az erő? Utólag is azt mondom, ha nem lett volna a hitem, nem éltem volna túl. Sok minden. Jó belekapaszkodni a jó Isten lábába, jó belekapaszkodni a hitünkbe. Emberek vagyunk, csetlők, botlók, és nagyon kérem, nem szeretnék a farizeus képében megjelenni. Mindannyiunknak vannak hibái, gyengéi, a hitünk is hullámzó. De van egy gazdánk, akihez fordulhatunk. És mindenkinek mondom, ha azt érzi, annyira egyedül vagy, senkije nincs. És vagy úgy érzi, hogy senki nem szereti. A jó Istennek így is kellünk. Isten nem ejt hibát. Isten nem gyárt selejtet. És még egy dolgot elmondanék, utaztam egyszer szintén egy lelki gyakorlatra, nagyon rossz idő volt. Esett az eső, köd volt, azon az úton először mentem, fejfájással indultam el, úgy éreztem, eltévedek, nagyon nagy eltévedő vagyok, és mondtam, én már nem tudom. Uram, én fogom a kormányt, de te vezess, mert én ezt már nem bírom. Szép lassan elállt az eső, mentem, épségben megérkeztem. Sokszor ilyen egyszerű. Néha kérek az Istentől konkrét, hogy csak útmutatót, jelet adjál, Uram, de add meg, hogy vegyem is észre. És volt, mikor könnyes szemmel köszöntem meg, mert szinte hihetetlen volt, amilyen gyorsan megkaptam a választ. És én hiszem, hogy a hit hat. A gyógyításban is. Ez egy frappáns befejezés lenne, de egy picit még hadd boncoljam a gondolatokat tovább.
odáig már eljutottunk, hogy hit és tudomány nagyon összefügg. Milyen magyarázatot lehet adni arra, hogy az értelmiségi réteg azért ezt még mindig nem tudja igazán komolyan venni. Igaz, a mérnök, a tanár, az egyéb foglalkozású értelmiségi még ritkábban fordul Istenhez, mint az orvos, de azért orvosok között is mennyi közömbös van. Szóval miért igen és miért nem? Miért fogászkodunk Istenhez, esetleg értelmes emberekként is, és itt nem is az értelmiségi szó hát szoros értelembe vett magyarázatát vagy értelmét értem ez alatt, vagy éppenséggel miért utasítja el valaki? Szívműtét előtt zuhanó repülőgépen már mindenki Istenhez fohászkodik. Állítólag ma már nem. És én éppen itt Kunszentmárton környékén, amikor volt egy nagy árvíz, és iskolában, művelődési házban kellett, hogy szelevényiek, csépaiak bevonuljanak, fölkínáltunk a zuhanó repülőgépen menőknek ökumenikus istentiszteletet, és visszautasították. Én akkor jöttem rá, hogy igaz az, amit az előbb említett mondatot hallva az ember már megtapasztal, hogy ma talán már a zuhanó repülőgépen sem hívő mindenki. Ez nagyon szomorú, de szívműtétek előtt azért még igen. Én azt hiszem, hogy akiket egyszer sorolni, ők a ráció emberei. A mérnök például abszolút a matéria a kézzel fogható. Ez ennyi milliméter, ennyi centiméter, így. Ez kémia, ez ennyi milligram, stb. Az orvos a lét nagy mesdjéivel találkozik. A születés misztériuma. Hát egy misztérium egy embernek, a kis emberkének a világra jövetele. A szenvedéssel találkozik, mert ott szenved a kórházi ágyú mellette egy ember, és a halállal is. És azt hiszem, hogy el kell, hogy gondolkozzon az orvos azon, hogy ezt a nagy misztériumot nem valami, hanem valaki teremtette. És mi ebben csak egy pici kis eszközök vagyunk. És talán ennyi, ezért gondolom, hogy több az orvosok közt a hívő. Lehet, hogy kevesebb a templomba járó, de jóval több az Isten hívő. Lehet, hogy nekem van szerencsém, hogy az baráti köröm, orvosi baráti köröm 95%-a hívő, és mi ezekről nyíltan beszélünk is, de akik nem járnak is, többen, meglepődök, hogy többen hisznek Istenben, mert kevés a nem megfoghatóval találkozunk. Ilyenkor szoktam mondani, hogy ha valaki nagyon hitetlen, nagyon kérem, volna egy kérésem megtenni. Természetesen, doktornő, nagyon kérem, legyen kedves, hozzon be 2 marék húzatot, meg 3 liter szelet. Nem érti. Mondtam, miért nem? Nem lehet megfogni. Mondtam, a jó Isten ugyanilyen. Ott van mindenütt. Őt nem, de a lenyomatát látjuk. A húzzatot nem tudja behozni, vagy a vihart, de a tornádó elvitte a háza tetejét. Ott van a nyoma. És az orvos az ilyen megfoghatatlannal találkozik. Sokszor találkozunk olyan beteggel, bocsánat, hogy így mondom, orvosilag, tudomány, mai állása szerint meg kellett volna halnia, és él. Nincs rá magyarázat. Megint azt mondtuk, hited meggyógyított téged. Számtalan történetet, megtörtént történetet tudnék mesélni, és Amerikában ugye mindenre van pénz. Ott végeztek olyan kardiológiai vizsgálatot, hogy a folyosó egyik, mind a két oldalán infarktusos betegek feküdtek. Ugyanazokat a gyógyszereket kapták, ugyanaz a korosztály. Egyik szárnyért imádkoztak, a másik szárnyon fekvőkért nem. Nem tudták a páciensek se. 50%-kal kevesebb volt a halálozási arány. Ez azért jelent valamit. Gyógyítás és hit címmel egy konferencia volt Magyarországon, keresztény orvosoknak 500 orvos vett részt rajta. Amerikában a König professzor úr több könyvet írt a hit és gyógyításról. Fantasztikus példákat mondott, bizonyította, és azt is kivetítve bizonyította, hogy a hívő ember agya kicsit másként van húzalozva, hogy csúnyán fogalmazzak. Ugyanis most már a MRI, mágneses magrezonanciás vizsgálatokat csinálnak, ezt mindenki MRI néven ismeri, és végeztek egészséges embereknél vizsgálatokat, megnézték az MRI-ét egy káromkodó embernek, egy normál gondolkodásúnak,
és egy imádkozó emberének. És mást mutatott. Tehát valami, erre mondtam az előbb, a hit hat. Működik valami, és nem mankó. És nem olyan, hogy ja Istenem, add már még ezt, meg azt. Nem, nem mankó. A hitet nem úgy értem, hogy bemegyek a templomba, és a heti 60 percem le van tudva, hanem a ráhagyatkozás. Hagyjuk már egy kis munkát Istennek is. Ő felajánlja magát. Ő be akar lépni az életünkbe. Mikor mondom az embereknek, akik ki akarnak lépni az életből. Nem érzi, hogy be akar lépni? Nem. Nem is hiszik el sokan. És ha engednénk, hogy belépjen, higgyék el, belülről, másként sugároznánk, és másként húzalatott lenne az agyunk is, a lelkünk is, a kapcsolatunk is. Ha az emberi kapcsolatrendszer jobb, több az emberekben a béke, több a szeretet, nem elcsépelten értem. Higgyék el, kevesebb betegség lenne. És lehet, hogy én munkanélküli lehetnék. Hát egyelőre azért még, mivel szükség van orvosokra, még ne tessék ilyen szintjére eljutni a vágyaknak, hanem az jutott eszembe, neve szerint nem nagyon van védőszentje. Szent Edit nincs. Mégis van-e védőszentje? Letán önmagát a választott védőszente. Szeretem Szénai Szent Katalint és Szent Ritát, tehát nem egy, én őket, kettőjüket. És mi van az orvos szentekkel? Lukácsra? Szumbesvér mondja. Igen, szeretem Lukács evangélistát. Azért szeretem jobban, hazabeszélek, és őző vagyok, ember vagyok, mert tudom, hogy orvos írta. Nekem a legjobban az ő evangéliuma tetszik. Uh-huh. Kicsit más az ő rálátása. Hát ő több gondot is fordított arra, hogy éppen a beteggyógyításokról, a csodálatos beteggyógyításokról informáljon bennünket. Igen. És hát ott van például Batthyány Stratmann Lászlónk. Igen, igen. Vagy kórházat alapító Pió atyánk. A Pió atya, igen. Aki ugyancsak igen, nagyon sok beteget igen. E világi értelemben is, és nem csak a lélek oldaláról meggyógyított. A nagy orvosok, a nagy szentek, a nagy orvosok mindent, a testet, lelket, szellemet egyben nézték. Tehát ők nem vették ki. Ez a baj ma, hogy nagyon kellenek a specialisták, aki abban az egy területen nagyon komoly szinten tevékenykedik. De nem lenne szabad így szétszedni, már belgyógyászat is lassan nem lesz, mert van kardiológia, gastroenterológia, nefrológia, stb. És lehet, hogy egy gócos fog összefügg az én vese problémámmal, és akkor most akkor a fogorvosnál vagy az urológusnál kötök ki, tehát valahol így a testünk is összefügg, de a lelkünk, a gondolkodásunk, a szellemünk. Még egy mondatot talán, ha megengedhetnék, hogy nagyon szomorú, de sokszor mi emberek egymást betegítjük meg. Egymást. Egy szóval, egy megalázással, egy jelentéktelen semmi bevétellel. És túlburjánzik a gyűlölet a világban. Magyar szó megint gyönyörű. Gyűlöl. Benne van. Lélekgyilkos. Ezért szeretem a jó szó estéket, mert a jót, a jó hírt viszi. Ezért szeretem a jó szó újságot, mert a jó hírt olvashatjuk. És ezért szeretem a Bónum TV-t, mert a jót és a felemelőt. Ezt viszi hírul az embereknek, mert nem az érdekli ma emberét. Lelőtte, meggyilkolta, meg a GDP, mind fontos. De az hír, hogyha most én megharapok egy kutyát. De a kutya engem megharap, az nem hír. Tehát ne a negatívra helyezzük ki, hanem a jóra. És ha a kimondott szónak hatalma van, energiája van, rezgése, ha úgy tetszik, akkor ezt a jó rezgést adjuk tovább. Ne legyünk annyira spórolunk a másik elismerésével. Én nem leszek kevesebb azzal, ha elismerem, hogy te nagyon jó volt. Ez ügyesen csináltad. Simon Andrásnak nagyon szeretem a gondolatait. Az egyik, lehet, hogy nem szó szerint idézem, egyik könyvében azt írta, hogy tulajdonképpen semmi bajom nincs veled, csak hogy kicsit jobb vagy, mint én. És ezt már nem tudom elviselni. Na most ez a bajunk. Ez a dögöljön meg a szomszéd tehene ahelyett, hogy segítsük a másik embert. És elcsépelt szó, hogy a szereted gyógyít.
kihangsúlyozom, nem a nyalakodást értem ez alatt. Megbántott, nem ütök vissza. Próbálom felmenteni. Lehet, hogy azért szólt ilyen durván, mert éppen lázas volt a gyereke. Lehet, hogy haldoklik az édesanyja. Lehet, hogy nyomorékan fekszik a férje vagy a felesége otthon. Lehet, hogy éppen egyéb trauma érte. Tehát valahol ne rögtön már, ha ő egyet üt, akkor én hármat, sose lesz vége. A szeretet alatt én ezt értem, a megbocsájtást. Ez egy önálló téma lehet. Nem vagyunk-e túl kicsik ahhoz, hogy nagyobb látószögben lássuk, teszem fel az emberiség, vagy akárcsak saját aranyos magyar nemzetünk sorsát. Ez azért vetődik föl bennem, mert Csókai professzor, az agysebész mondja, hogy a legnagyobb beteg nem az, aki a kórházban fekszik és agyműtétre vár, vagy éppensége bármilyen baja van, hanem maga a társadalom, az emberek. Úgy, mint közösség, nem egészségesek, de tehetünk-e mi valamit azért, hogy egy település, például Gunszentmárton, vagy egy Budapest, egy ország, Magyarország egészségesebb legyen? Nagyon örülök a kérdésnek. Sajnos, azt mondják, válságban a család, mindennek a magva a legkisebb család. Nem a család van válságban, az ember van válságban. Azt mondták, doktornő, nincs egy normális férfi. Jót mosolyogtam rajta, rendelőben. Másik mondja, nincs egy normális nő. Jót mosolyogtam rajta. Csak amikor már 51-szer hallottam, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy itt az emberrel van baj. Mert a ma embere önző lett, egoista lett, én meg én ke, munkaeszközeként a könyökét használja, és nem a szívét, és bármiáron, lásd, cibakházi gyilkosság, itt volt közöttünk, tehát az agresszió nő, és bocsánat, de csúnyán fogalmazok, Istent lát önmagában, és az Isten helyére akarja delegálni önmagát a ma embere. Ezért tart itt a világ, mert nincs benne szeretet, és nincs benne alázat, és van feladatunk, kötelességünk, és én úgy gondolom, ha egy ilyen műsorból, ha csak egy ember nem üt vissza a másiknak, ha csak egy ember nem följelentem azért is, vagy, és itt tovább, akkor már nem volt hiába. Kicsik vagyunk, na de hát a világ ilyen, de a világ miből áll? Belőlünk, emberekből. És a jobbítást mindenkinek, mindannyiunknak, önmagunkon kezdjük el javítani. Egy picit kedvesebben szólok most a szomszédhoz. Egy picit nem fogok ráordítani, ha a sorba elém áll valaki. Nem fogok rátülkölni rögtön, ha 14 másodpercen belül nem indul el a zöld lámpán Budapesten egy ember. Ezek apró dolgok, de mintha vízbe dobott kavics. Ez tovább terjed. Itt a feladatunk, a médiának óriási a feladata. Ne csak azzal öntsük el az emberek tudatát meg a tévében, mint egy sugárzó oltár, bocsásson meg a televízió, ezt pont a televízióban mondom, hogy lelőtte, megölte, meggyilkolta, feljelentette, hanem igen, vannak értékes jó emberek, van, az nem hír, hogy egy 8 gyermekes édesapa 10 órát dolgozik, és utána játszik a gyerekeivel. Tehát a jót, mert van jó, de jó példát mutassunk, a saját hiteles, Isten és ember szerető életünkkel. Mert elkezdenek gondolkodni az emberek. Miért ilyen jó? Miért nem ütött vissza? Olyan szemét voltam vele, és megtehette volna, nem tette meg. Még egy gyógyszerről érdeklődnék. Na, nem valamelyiket akarom reklámozni. A közelmúltban két pápánkat szentté avatta Ferenc pápánk, és mind a kettőről újra lehetett hallani, hogy milyen humorérzéke volt. Mennyire látja gyógyszernek a humort, doktornő? A humor az folyadékot jelent. Folyékony folyadékot jelent, ha szó szerint lefordítanánk. Tehát akinek nincs humora, az kiszárad. Hát a humor annyi mindenen át segít. Gyógyszer. Sokszor az egész életünket komolyan kell venni. Vannak olyan komoly dolgok, amit nem ismer humort. De van, amit nem lehet humor nélkül. Az egész életünkbe bele kell vigyük a humort. Ne vegyük már ennyire túl komolyan és tragikusan a sorsunkat. Hol lent, hol fönt, jót nevettünk, tudjunk önmagunkon is nevetni. Bejött egyszer egy férfiú, nagyon aranyos volt. Tessék mondani, mi a panasz, amiben segíthetek. Kevés a fizetésem.
Szellemes volt, mert humora volt. Rögtön megindult egy, de így zajlott a beszélgetés. Na most nekem nagyon szeretem az ilyen stílust, mert ebben az emberben van spiritus, van humor. Nem viccet értek ez alatt, hanem humort. A humorban van egy felülemelkedettség. Nem tudok úgy görcsölni apró dolgok, mert görcsöl és fél a ma emberre, már pedig a félelem meg a szeretet egymást kizárja. A humorral meg fölül tudunk emelkedni. Nagy Bandó olyan komoly betegségeken ment keresztül. Mondta, hogy nem volt könnyű, de a humorérzékét megőrizte. És ez is egy nagyon-nagyon jó gyógyszer. Hát örül Kunszem Márton, én azt hiszem, hogy van egy humorát is megőrző, de azért szakmailag és emberileg is ennek a településnek, városnak sokat adni tudó személy. Hála Istennek a Bonum Televízió segítségével most közkincsé lesz dr. Gőgedit. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.